Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, és jöjjön egy kis Titanfall taktikai szempontból. Ugye mi az Istenről beszélek én, hiszen a Titanfall egy pörgős játék, és adrenalindús, és pörögni kell, és az nyer, aki a legjobban és leggyorsabban tud alkalmazkodni. Nos, azért most már játszom egy ideje ezzel a játékkal, és kezd lelassulni. És ezt hogy értsétek, ezt a bizonyos lelassulást? És kíváncsi vagyok, hogy ti is így vagytok-e bele. Ez a bizonyos lelassulás úgy néz ki, hogy már kezdem átlátni a pályát, kezdem átlátni a mechanizmusát a dolgoknak, és ezáltal így lassul a játék, hogy értem, jobban kezdem érteni. És ugye, mint tudjátok nagyon jól, sokan, akik már követtek egy ideje, hogy mindenben keresem, próbálom keresni a logikát, és tulajdonképpen minden lépésemet igyekszem megfontoltan tenni egy játékban, tehát minden mögött számomra egy játékban van egy levezetett gondolatsor, aztán vagy sikerül, vagy nem, de mindig igyekszem tanulni a hibákból. Titanfall ebből a szempontból rájöttem, hogy igen, tökéletes játék számomra, mert kihozza belőlem azt, hogy kezdj el gondolkodni, a következő pedig kihozza belőlem a reflexet, az ösztönt és a gyors alkalmazkodáshoz való kényszerítést, úgyhogy ez a játék nagyon ideális. Olyan szempontból, hogy összpontosítás, fókusz és gyors reakció, gyors döntéshozatai mechanizmus és elmozdít egy irányba, hogy jó döntést hoz. Ezt itt nem értettem egészen pontosan. Úgyhogy egy jó kis domination játékot fogtok látni, ami segít megfejteni egy kicsit abban, hogy hogyan nyerjünk domination játékban, hogyan legyünk effektívek, mint csapat, mint egyén szempontjából, hogyan használjuk ki a pálya tulajdonságait, nem csak eznek a pályának, szinte mindegyikét. Taktikai segítséget, a diszkófényeket használtam, nézzétek csak! Epic! Hát de nem, hát most komolyan. Diszkófények, kérem szépen, nagyon jó kis VH, most használom. Először gondoltam, kipróbálom, hogy hogyan is néz ki ez. Úgy érzem, hogy kicsit az igazságtalan ilyet használni. Nem tartom magam jó játékosnak, viszont tapasztalt játékosnak tartom magam. Aki már látott egy-két shootert, és azért egy ilyen az én kezemben egy nagyon köcsög dolog. Úgy gondolom, kecsük ti erről, ahogy gondolgatok. És nagyon át lehet verni vele az ellenfelet, mint például itt is. Tehát láttam egyszer a radaron, hogy na mondom, akkor tető, megnézem merre jön, és tessék, már is meg volt a kill. Na de rátérve egy kicsit a Dominationre és annak technikájára, és Titanfallban úgy átlagosan a dolgokról. Ugye mindig azt láttátok most, hogy nagyon pörgök, és nagyon intenzív játékmenetet töltök föl, de most azért változott a dolog. Most nagyon beálltam defenzívre. Azért Dominationben észrevettem egy dolga, jöjjön egy kis diszkófény megint. Dominationben azért észrevehetünk egy dolgot. Titanfallban kis pályák vannak, ám mégis nagy pályák vannak. Ha meglátjátok azért, milyen távolságokra vagyok bizonyos dolgoktól, azért mondjuk egy B kírja, hogy 100 méter, és amire elfutsz egyik ponttól a másikra, addigra valaki már befoglalja az előzeleg általad elfoglalt pontot. Szóval, ezt nem láttátok. Szóval azért az elég cinkes, és igazából, hogy a csapatod nem szervezett, már pedig az esetek 80%-ában nem szervezett a csapatod, akkor nem fogjátok megnyerni a meccset. Úgyhogy én úgy döntöttem, hogy kiválasztok mindig egy szekciót a pályán, ilyen esetben B-t, illetve a legtöbb esetben B-t, mert az a legforgalmasabb, és akkor szeretnék elérni néhány hit, és oda beállok védekezésre egy jó kis overpowered shotgunnal, mert az hatékony egy SMG-vel, mert az is hatékony így rövid távon, és ott igyekszem megmondani azt az egy adott pontot, azért, pontosan azért, mert túl távol van a többi pont, amire odaérek együtt, és amúgy is ugye nagyon céltudatos játékos vagyok, játszani szeretem azt a bizonyos célt, és amire odaérek egyik pontra a másikra, már tutira elfoglalják, és csak így összevisztosság és káosz lesz. Úgyhogy én úgy döntöttem azt, hogy beállok megvédeni, egy kis diszkófénnyel beállok megvédeni azt a bizonyos B-t, és a végére
nagyon jól döntöttem, úgy gondolom. Úgy látszik, hogy egy spawn pont van, mert nagyon jó két sikerült összekempelni. A következő pedig nagyon, azt hiszem egyértelmű lépés, de hát akkor mondjuk ki és beszéljünk róla, az pedig a titán kiválasztása. És tudjátok, az a jó a Titanfallban, hogy minden játékmódra külön titánt lehet összeállítani, berakni, és ugye van vagy 5 vagy 6, nem is tudom hány titán konfigot lehet megcsinálni, és minden játéktípusra összeállíthatod a tökéletes titánt, ami tökéletesen megfelel. Úgyhogy én arra jutottam, hogy számomra a Dominationom egy ogre felel meg, tehát a legpáncélozottabb titán, és a másik pedig, hogy bele sem szállok a játék végéig. Tehát amíg ki nem írja Victory vagy Defeat, én addig nem szállok titánba, mert ugye a Domination az, hogy pontok foglalása, és bizonyám a titánokkal csak egy-két pályán lehet bejutni azokhoz, a bizonyos pontokhoz. Ezen a pályán például csak C-hez lehet bejutni. B és A épületekben van, úgyhogy teljesen át kell alakítani a játékot, úgyhogy én úgy nézem, hogy esetek 90%-a egy bevált technika ez, és nagyon jól meg lehet, ha beállsz védeni egy pontot, akkor mindig olyan pozíciót fogsz találni az adott pont, amivel meglepheted az ellenfelet. Sokszor csalogatásra álltam be, tehát ott hagytam a pontot egy bizonyos távra, ha olyan pálya volt, hogy szélesebb, ott fogtok látni egy nagyon jó ilyen domination játékot, bár a végén kikaptunk, de nagyon durván jól sikerült domináció játék volt. Néha így beálltam, kicsit csalogatás, hogy tovább mentem a ponton, láttam, hogy már jön foglalni, pif, már oda is, ott is teremtem, lelőttem, visszafoglaltam. Ebben az esetben sokszor hagytam is, hogy elfoglalják, hogy plusz pontokat szerezek. Tehát azért plusz 100 pont jó olyan. Már is hívom le a titánomat, és a következő titánt is már is mehet tovább a játék. A másik lényeges dolog, azt hiszem, nem tudom, kivette észre. Ugye sokan a titányukat ilyen follow módba rakják, vagyis követés üzemmódba, ami egy domination szempontból nem egy jó dolog. Úgyhogy én mindig beraktam őr szempontba, és aki figyelte, a titánom kiszedett nekem 2 vagy 3 embert is. És mivel hogy ogre jól páncélozott is volt, ezért megállta a helyét. És a csapattársai mit csináltak? Ők beszálltak a titánba, és úgy harcoltak ezáltal, a jó kis titánom nem volt veszélyben. Viszont ha egy csapat teljesen taktikai megfontolságra lép, akkor senki nem száll be a titánjába, csak autótitánok vannak, és csak a pontokra koncentrálnak, mint pilóták. Nagyon effektíven meg tudják nyerni azt a meccset, fényévekkel, amint láthatjátok. Szóval azért nagyon jó kis kör volt is. A Titanfall, akárki, akármennyire nem úgy gondolja, bizonyán nagyon egy ész játék lett végül, vagyis egy utólag, hogy lelassult, ahogy kezded megérteni a játékot, nagyon észre alapoz. És azon kívül, hogy észre alapoz, tehát hogy bizonyos szituációkban belekeveredsz, csak a, hogy olyan, igazából jó, a logika az, ami ki tud húzni a bajból. Tehát az a gyors alkalmazkodó képesség, az a gyors gondolatmenet, amit végig tudsz csinálni. És nagyon sok játékban ezt is összeérsz, hogy sokan sokszor nem képesek annyira gyorsan. A másik pedig, ami sikeresét tud tenni ebben a játékban, az az életben maradási ösztönöd, hülyén hangzik. De hogyha nem hiszed el, hogy le tudod lőni a pilótát, aki veled szemben áll, esélye nincs életben maradni. Küzdened kell, ugrálnod kell, meg kell bolondítanod. Sokszor már sem tudtam néha, hogy én hol vagyok. De igen, így működik ez a bizonyos Titanfall. Most már ahogy így jobban bele mélyedek a játékba, és ez jó. És tényleg nagyon megkövetel ezért egy epic, intenzív, gyors gondolkodást, gyors alkalmazkodást. És így itt lenne a vége, hölgyeim és uraim. Remélem élveztétek, hasznosnak találtátok ezt a kis Titanfall videót. A kérdésem pedig, szeretnétek-e, hogy az összes burn cardot, ami nekem megvan, lefordítsa nektek magyarra, hogyha némelyikkel van valami gondotok, lefordítani magyarra, elmagyarázni, mi mire jó. Nos, köszönöm a figyelmet, nekem voltam, sziasztok!